Sziasztok! Üdv Rómából! Őszies, tavaszias, október napon mindjárt kezdünk. Ez a videó nem lesz vágvágva, szóval hogyha nincs kedved megvárni, amíg leülök és húzok két kártyát és beszélgetünk róla, akkor ciao. Áttoltam ide a bimbót. Kamera forog. Amint látod, nagyon jó idő van, október 6-a lehet. Itt vannak az érzés és szükség kártyák. Nem fogom megvágni ezt a videót, mert elég a... Nem kell mindig minden nagyon jól megcsinálni, nem kell mindig a nagyon jóra törekedni. Mert lehet tudjuk fogadni a kevesebbet is, szerintem, vagy a kevésbé tökéletest, akkor szerintem lehetünk boldogabbak. Kevesebb több, na de lássuk. Ezek az milyen kártyák? Érzéskártyák, a pirosak, mindig elfelejtem, megkevertem. Mondjuk ezt is megkeverem. Nézzük a két legfelsőt. Neked ez mit mond? Ez az érzés, ez meg hogy mire van szükséged. Ez átlátszik a napfény miatt. Nyugtalanság. Hát, szerintem eléggé nyugodt vagyok. De hogyha így érezném magam, akkor ez a szükség ez nagyon-nagyon jól ki tudná elégíteni a nyugtalanság érzetemet. A védettség. Igen. Van-e arra valakinek szüksége, hogy védettség szükséglete ki legyen elégítve, amikor nyugtalanság övezi? Szerintem mindenképp, szerintem mindenkinek, és hát nekem biztos van olyan az életemben, amikor elfog a nyugtalanság, de akkor rájövök arra, hogy a nem nyugtalanságom az, hogy védetnek érezzem magam, az is az én hozzáállásomtól függ. Szerencsére nem vagyok olyan életszituációban, élethelyzetben, ahol mondjuk háború, sajnos ahol nem sokkal odébb Magyarországtól, meg akár Olaszországtól is ugye háború folyik, nem is kell erről beszélnünk, van, aki beszél róla. Csak annyi, hogy amíg tényleg ilyen emészthető élethelyzetben vagy, addig nagyon-nagyon sokat tudsz segíteni, egy pozitívabb hozzáállás, értékelni a keveset, és akkor talán nyugtalanságból is kicsit ki tudunk keveredni pozitívabban. Nem tudom, hogy mióta beszélek, nem akarom hosszúra húzni. 2:49, akkor maradjon ennyi. Gergő voltam, ez a videó, amit első láttál, akkor örülök, remélem, visszatérsz, még iratkozz fel, ha szeretnél. Te mit csinálsz, vagy hogy éreznéd magad, vagy mitől éreznéd jobban, ha így éreznéd magad, és mit gondolsz erről? Hát, hogy most ilyen kusza lett, de nem baj, húzok egy másik kártyát. Sziasztok!